Az egyre hűvösebb időjárás következtében számos helyen kapcsolták már be a fűtést otthonaikban. A fűtési szezon kezdetével a kémények ellenőrzése is elengedhetetlen a balesetek elkerülése érdekében. Ez azonban nem történt minden esetben szakszerűen, legalábbis ez derül ki az állami számvevőszék friss jelentéséből. A jelentés szerint 2013 és 2015 között a kéménysepréssel és ellenőrzéssel foglalkozó szolgáltatók több esetben hiányosan vagy egyáltalán nem értesítették a lakosságot a kémények kötelező ellenőrzéséről, az ingatlanokon a kötelező ellenőrzési feladatokat nem vagy csak hiányosan, illetve nem megfelelően dokumentálva látták el. Tavaly júliusban azonban alaposan átalakult a kéményseprés rendszere, az ország nagy részén, közel 2600 településen a katasztrófa védelem vette át a kémények ellenőrzését. Tavaly július 1-től a lakossági szektorban ugye ingyenessé vált a kéményseprés, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság munkatársait is egyre több helyre engedik be, hiszen az emberek tudatosabban élnek, felfogott érdekük az, hogy kéménytüzek vagy szénmonoxid mérgezések ne történjenek. Egyébként ugye a vegyes tüzelésű kémények esetében évente, a gáztüzelésű kémények esetében pedig két évente jelentkeznek a kéményseprők. Dóka Imre arra is felhívta a figyelmet, a fűtéshez csak megfelelő tüzelőanyagokat használjanak, hulladékot semmi esetre sem. Nem csak a légszennyezettséget növelik ezekkel a hulladék égetésekkel, hanem a lerakódott égéstermékek hamarabb kéménytüzek kialakulásához vezetnek. Egyébként kéménytüzek ebben az évben közel 100 esetben történtek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, szénmonoxid mérgezéssel kapcsolatban pedig 23 olyan esetünk volt, ahol 5 ember sérült meg, de hála jó Istennek halálos áldozatot ezek az események nem követeltek. A katasztrófa védelem szakemberei a balesetek elkerülése végett mindenképpen javasolják a szénmonoxid érzékelők használatát a gázzal működő vagy zárt égésterű fűtőeszközökkel felszerelt lakásokban. A fogyasztóvédelem honlapján a vásárlás előtt mindenki tájékozódhat a tiltott, illetve ajánlott készülékekről.